No, emberek, itt vagyunk újra. Egy klasszikus témával, klasszikus kérdéssel, de azért próbálom úgy is megvilágítani, ahogy még eddig nem nagyon hallhattad. Jó. Mielőtt belevágnánk, mond rám a szokásos kis belépőket. Emberek, Róma jegy, ezek a felvételek úgy készülnek, hogy kérdéseket kapok, interneten leginkább, vagy néha személyesen is papíron. Rengeteg kérdést kapok, igyekszem úgy választani, hogy mindenkinek jó legyen. <laughs> és igyekszem úgy beszélni, hogy mindenki sorra kerül, meg akkor is, hogyha éppen nem olvasom fel a kérdését, rendben van. Tehát kérdésekre válaszolok, ez azt jelenti, hogy összességében nem szoktam beszélni. Tehát nagyon fontos, hogy megértsük, nem arról van szó, hogy amit én itt most elmondok, az egyfajta szentírás, vagy egy tudás, vagy bölcsesség, vagy követendő példa. Jaj, de hogy, oké, okay. én csak azért beszélek, hogy mindenki megtalálhassa a saját maga hangját. <laughs> Rendben van. Ne tévesztem meg, hogy most csak az én hangomat hallod. A, valójában a te is szól. Rendben, mindenki gondolkodjon saját maga önnön ön lénye felől, önmagaként, önmaga által. A változás állandóságának a tükrében. Oké, ne higgyetek annak, hogy valaki megmondja, hogy mi, hogyan működik, hogy te miről, hogyan gondolj, hogy mi. Emlékszünk volt ilyen régen, hogy megmondták, hogy mi a kommunista, szocialista eltársnak a hozzáállása. Ma <laughs> ugye próbálják ugye ezt megmondani újra, hogy mi a igazi orosz, igazi magyar, igazi európai, igazi kínai, igazi amerikai hozzáállása a világhoz. Rendben, ne higgyétek ezt, jó? Mindenki saját maga élje meg önmagát. Római kettő. Igyekszem egyszerűen érthetően beszélni. Mert úgy vettem észre, hogy a nagy dolgokat félelmetes, fájdalmas dolgokat megéri könnyedén, meg a bonyolultakat megéri egyszerűen megtárgyalni, mert az emberi elme az este többségében nagyobb távotokban tud gondolkodni, hogyha boldog, ha nevetős. okés. Római 3, ez az egészet mindjárt csináljuk. Ezért nincsen YouTube reklám, meg nincs csatornépítés, meg nincs ilyen csacskaság, nincsnek szponzrált videók, meg egyáltalán én nem egy csatornának képzelem ezt a dolgot, inkább egyfajta könyvtárban gondolkodom, hogy majd évek múlva legyen egy komolyabb kötetnyi, <laughs> minél több témát átfogó, illetve minél inkább egymásra építő, és ezáltal különösebb értelmet is, különlegesebb értelmet is felvonultató ilyen szöveggyűjtemény. <laughs> Jó, tehát nem építünk csatornát és nem reklámozunk mosóport, <laughs> vagy semmit sem. Ennek ellenére vannak jó pár, nekik támogatnak minket, ezt nagyon szépen köszönjük, mert hát mi is a pénzből élünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Andreának, Szilviának, Lászlónak, Orsolyának, Attilának, Veronikának, Gézának, Annának és Gyöngyinek, hogy nem csak a pénzükkel, de az idejükkel és a bizalmukkal is támogatnak minket, és segítenek abban, hogy mindannyian Mi is, meg ti is itt lehessünk. És ha már szóba került a a támogatás, szoktunk ételosztást tartani, havonta kétszer-háromszor. Annak függvényében, hogy hogy tudjuk egyszerűen megszervezni, illetve anyagilag hogy tudjuk ö, ezt finanszírozni. Főtételt, egy jó nagy ebédet szoktunk osztogatni az embereknek, azoknak, akik nem jó szó, hogy rászorulnak, de hát valahol meg de. Mert igenis nagyon nagy, nagyon nagy segítség tud lenni nagyon sok családnak, hogyha besegítenek az étkezésünkbe. Úgyhogy szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik szintén mind anyagilag támogatják a munkánkat, az ételosztást, vagy éppen a munkájukkal, és segítenek nekünk ebben az egészben. Köszönjük szépen. No, Felolvasnál a kérdést, nagyon rövid lesz. Hello! Mi a különbség a magány és az egyedül lét között? Miért hiányzik a társ, de nagyon jól el vagyok a magányomban is? No, első körben nagyjából azt fogom mondani, amit az elmúlt mondjuk tízezer évben a guruk, mester, tanítók, szakemberek, bölcsek, filozófusok, vagy egyáltalán egy normálisan gondolkodó ember elmondott, vagy el fog mondani, de ezt már az elmondták. Tehát első körben ezt én is elmasélem, tanulságos lehet. Utána viszont azért megpróbálom a végtelen valóság szemszögéből, már mondhatok ilyen <laughs> csacskaságot, megvilágítani a kérdést, jó? Hogy mit is jelent valójában maga az egyedülét, vagy a magány, vagy a társas létezés, vagy egyetlen miről szól ez a maga végtelenében. Na, no, kezdjük az elején a az emberi tudással, hogy így fogalmazzak. Um, Ugye nagyjából a magyar nyelv, illetve a legtöbb nyelv megkülönböztet egyfajta építő vagy romboló jellegű egyedül létet vagy magányt. Nálunk a magány szót arra használjuk, amikor valaki romboló jelleggel van egyedül, tehát igazából szenved attól, hogy egy maga van, szenved a hiánytól, a társ hiányától. Vannak jó pillanatai, de összességében azért egyfajta keserű remetesség ez. Amikor vagy valamilyen nem tud, vagy valamilyen trauma miatt nem akar emberrekkel, emberrel együtt létezni. A magányos ember, ugye a általában a faluban élő bolond macskásnő, vagy a mindenkit megkergető bolond Béla bácsi, akit gyakran paprikának hívnak, mert ugye mi is így hívtuk, <laughs> mert ugye olyan piros volt a feje a bácsnak, mint amikor jött ki üvöltözni hogy bújócskázunk halkabban, és ott kergetett egy gyerekkorunkba. Az egyedüllét, mint olyan, ezzel szemben az egyedüllét egyfajta tartalmat biztosít az egyén számára. Ugye az egyedüllét lehet tartalmas, például akkor, amikor mondjuk valaki szándékosan visszavonul az élettől. Van egyfajta, úgymond ilyen klauzulát, egyfajta ilyen csendaurát <laughs> maga köré. Például, ha valaki verseket ír, fest, zenét szerez, tehát már művészeti tevékenységet hajt végre, vagy csak nagyon elegen a világból, és túl zajos számára a világ, és akkor elvonul, vagy egyedül, vagy például akik szoktak jönni hozzánk így a, a táborba, a táborba, ahol ugye csend van, tehát nem nagyon tudsz mit csinálni, csak megélni az egyedül létet, mint olyat vagy ha valaki tényleg valódi tudásra kíváncsi, és rájön arra, hogy amit a mesterektől hallhat, tényleg legyen bármennyire is neves mester, a Krisztustól kezdve bezárlagostan a most élő kortársakig, az igazából nem tudás, mert a való tudás ugye az egyénben ott van benned. Befele kell figyelni magadba, hiszen Buddha Krisztus mindenki ezt tette különben. Senki se kapott egy könyvet az égből, ahol elolvasta, ugye, megváltok kézikönyve, <laughs> és utána még a betanult szöveget elmondta a híveknek a dombokon, meg a hegyeken, és akkor ott mindenki boldog volt. Jaj, de hogy, oké. Okay. Tehát Ez egyedül egyfajta termékeny állapot, amikor nem hiányzik senki és semmi, mert megged azt, aki vagy. Sőt, az egyedüllét az, amikor termékeny állapotban akár találkozol más emberekkel is, és tudsz abszolút boldogan kapcsolódni emberekhez ideig, óráig, tehát nem sokáig, mert az egyedüllét megkívánja az egyedüllétet, de az egyedüllétnek van egy olyan tartalmas, kiegyensúlyozott állapota, amely hát egy legtöbb zűrzavaros egoelme számára vonzó, tehát a valódi buddha, valódi egyedüllétben lévő mesterű vonza az embereket, illetve hát kettő, mert az egyedüllétben aki egyedül lét tartalmában létezik, az megérheti úgy az ebbe a aurába belépő embereket, mint egyfajta egységállapotot. Tehát abban a pillanatban az egyedül lévő ember számára is kiteljesedik az élmény. Oké. Okay. A magány érzése az általában az ego terméke. Az öntudatlanságnak köszönhető, ha valaki magányos. A magányos általában azért lesz magányos, mert mondtam az előbb, nem tud valamiért kapcsolódni másokhoz, pedig szeretne. Ez nem tudás lehet külső, lehet belső okra visszavezethető. De az este többség megfigyelhető, hogy amíg az ember fiatal és öntudatlan, addig nincs gond, <laughs> mert sodorja az élet. Ugye egy fiatal férfi, fiatal nő, 18-20-22 évesen, a társadalom számára érték, mert egy lehetőség. Még akkor is, hogyha valamiért valamiért nem feltűnően szép, vagy nem feltűnően jóképű, vagy nincs olyan feltűnő képessége sportban, táncban, zenében, művészetben, tudományban, vagy nem túl gazdag, tehát ha, még ha egy fiatal nem is feltűnő, akkor is kézről kézre adják, úgymond az emberek az életben, a felnőtt emberek az életben, mert hát egy lehetőség, a társadalom számára a fiatalok mindig lehetőséget jelentenek, mind életerőben, energiában, mind fizikailag, tehát Úgy van a társadalom szintjén, mint leendő anya, apa, munkás, orvos, stb. Magyarán egy fiatal azt éli meg, amikor öntudatlan, hogy az élet szép. <laughs> tehát, hogy az élet működik, hogy pörög, hogy fogja magát, és fölül a vonatra egy órán belül, két órán belül, másik országban van, fél repülőre pár órán belül, ma már ugye, 5 forintért, de egy másik kontinensen van, megy, pláne ha beszél egy-két nyelvet, mindig történik valami. Magyarán, amíg az ember fiatal, addig az öntudatlan élet elkendőzi előle az öntudatlanságot. Maga az élet, mint olyan, hogy a, a események pörgése, mint olyan elkendőzik előle azt, hogy ő volt, kép egyedül van. Pláne, hogyha ehhez talál egy társat, férjet, nőt, feleséget, férfit, barátot, bárkit, akkor végképp ugye azt hiszi, hogy az életben a dolgok rendben vannak, mert nem is érzi a magányt, pedig hát belül magányos. Miért mondom ezt? Azért, mert aki nem magányos, aki tudatos fiatalnak, annak különösebben nincs szüksége arra, hogy meneküljön önmaga a kultúrál társadalma, az országa, vagy például maga az emberség elől. Például, amikor a fiatalok nagyon belevetik magukat az én spirituális dolgokba, akkor általában csak menekülnek ő maguk elől, és a Magyarországra született fiatal Indiába megy tanulni a Kolostorba, az indiai fiatal az a kereszténységet kergeti, és harolhatnám. Ebből amúgy semmi rossz nincsen, csak elmondtam a folyamatnak a lényegét. De ahogy Róma Római Kettő az ember, hogy elkezd öregedni, egyre inkább azt veszi észre, hogy meg kell alkudni a társadalom bizonyos elvárásai szembe, illetve a saját maga elvárásaival szembe. Vagy az történik hogy nem talál állandó társat magának az életben, nem talál állandó munkát, nem talál állandó helyet magának az életben, ezért mindig mozogni kell, mindig újabb és újabb események következnek be, amelyek megfigyelhetően valahogy, ahogy telnek az évek 30-40-50 éves korára, már egyre inkább kellemetlenebbeké válnak, egyre nehezebbeké válnak, hisz maga az ember egyre kellemetlenebb és nehezebbé válik, az ego, ugye? Vagy pedig az történik, hogy ugye megvan az állandóság, megtalálta a hogy a fiatalnak az útját, a férjét, a feleségét, a párját, de viszont, hogy telnek az évek, egyre szürkébb lesz minden, egyre inkább taposomalommal válik minden. És 45 50 kora körül, amikor az ember már szabadulna, akkor meg megy a nehezebben tud. És ilyenkor jönnek elő azok a félelmek, a római három, egy öntudatlan életében, ilyen 40-50-60 körül kezdődnek, hogy mi lesz velem egyedül, ugye? Hiszen vagy egész életem egyedül éltem, jöttek, mentek a partnerek az életembe, de nem maradt meg mellettem senki, tehát akkor most jön a kétség az elmédben, hogy akkor nem vagyok értékes, nem kellek senkinek. Ilyenkor ugye görcsösen kezdesz el ragaszkodni valakihez, próbálsz valakit találni magadnak az egész késő középkor fogalmazunk ki középkorod, tehát az ötven felül életed gyakran erre megy el, hogy szenvedsz magadtól, az életettől, hogy miért nincs valaki, vagy pedig ugye az történt, hogy, hogy igen, igen, ott, volt, ott volt valaki, mindig volt valaki, és most még nincs. Most azt az észre, hogy bizony-bizony, vagy már ötven, és olyan férfiak, olyan nők közlednek hozzád, akik hát húsz év ezelőtt még észre vettél volna, és most bizony-bizony nincs más, aki úgymond összeállna veled, magyarán elkezdesz kattogni, szenvedni a megalkuvás kényszerétől. Tehát a magány így, így ö, szokott végiggyűrűzni egy ember életén, általában, nem mindenkinél. És épp ezért, legyen római négy, amikor egy magányos ember megöregszik, vagy mikor az átlag normál, öntudatlan ember megöregszik, akkor gyakran szenved a saját létezésétől, a saját életétől. És nem azért, mert itt fáj, ott fáj, amott fáj, hanem mert ö, a magánya miatt be börtönözte saját magát, a saját elméje. Összevész a szenvedő, fájdalmas gondolataik közé. Minap sétáltam, és szoktam sétálni. És ott mentem ott a házak között. Figyeltem úgy a végtelenre, emberekre, mindenre jöttek kérések, betegektől, meg haldoklótól, szokásos kedd. És mentem, az a lényeg. És egyszer csak egy ház előtt ott tehát három néni. De tehát igazi néni, tehát nagyon néni volt, és mind a három botra támaszkodott. A háromból kettő, két botra, tehát mind a két kezikben mankó botok voltak. És csak így, ahogy elmentem mellettük, így elcsíptem csak így a beszélgetésüket, és csak így nevetgéltek. Hogy <laughs> hát igen, meddig tart eljutnom a konyhától a nappalig, hány percig. Akkor a másik mondta, hogy szóba a halál, de csak mondom, ha félfülő hallottam, és csak mondta, hogy hát, semmi baj, ha majd hamarosan, majd túlvilágon folytatjuk, mármint a beszélgetést. <laughs> Tehát nem vettek az egész helyzetem. Boldogoknak tűntek. És gyanítom, hogy nem mindegyik élt együtt valakivel. Tehát arra akarok kiukadni, hogy ha valaki öntudatlanként öregszik meg, általában magányérzése nyer, az megfertőzi a napjait és szenvedni fog a létezéstől. Folyamatosan elkívánja magát már innen. Tehát lemarad a jelenlét végtelenéről. Emberek, aki úgy, mindig úgy érzi, hogy neki az otthona az a túlvilágon van, meg más dimenzióban, meg a csillagok között, abban akár lehet is igazság, ez így van, de so ne fleszd el, nem azért nem veszed észre az otthonodat, nem azért nem az otthonodban vagy most, mert ide száműztek, nem, hanem azért, mert nem tudtál figyelni, <laughs> nem tudtad megélni azt, ami van. Mert az az éned, amelyik a végtelen dimenziókban, az örök fényben, az örök boldogságban él, a végtelen nyugalomban, az most is létezik, és most is ott él. Te <laughs> meg nem, te meg itt küzdesz, ugye olyan, mint disznó a jégen, egyedül. Ez azért volt, nem azért, mert karma, nem azért, mert bünti, nem, egyszerűen csak azért volt, mert nem tudtad megélni sosem a jelenlétet. Tehát, ha most nem tudod megélni azt, ami éppen van, itt, jelen pillanatban a kellemetlen magányos anyagban, <laughs> akkor akkor nem fogod megélni a valódi otthonod sem a végtelen fényben, mert hát most is megélhetnéd. Csak nem tudod? Oké. Okay. Az egyedüllét ezzel szemben a maga kialakulása, az, élet, az ember életében a tartalmas egyedüllét, mint olyan, az, az valamilyen szinten kódolt, hát az is, mint a magán is kódolt, csak az nem az egóhoz van kódolva, hanem a, a az emberi elmén túlmutató létezésekhez. Ugyanis a, az egyedület megéléséhez kell egyfajta, hát egyfajta képesség, szerűség. Um, maga a vágy, mint olyan, hogy maga az élmény. Tehát ha azt mondja, valaki szeret ö, magasan lenni, valaki meg úgy egy színos, és írtózik tőle. Valaki szereti a húst, valaki írtózik tőle, és sorolhatnám. Ez volt pont ilyen, tehát valahol úgymond születni kell arra, hogy megfigyelhető, hogy a gyerekeknél, hogy valaki nagyon szeret egyedül lenni gyereknek, valakik meg nem. A többség nem a többség. A gyerekek többsége az, 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 mindig megy, lód, fut, pörög. De vannak azok a gyerekek, tudod, akik leteszed a szőnyegre, és akkor egész napot eljátszik a két kis babájával, vagy a három kis autó matchboxával. Vagy nagyon sokszor azt veszed észre, a gyerek ott van, és akkor ott ül melletted a kocsiban, és csak úgy figyel, nem beszél, nem csacsog, nem igényli, hogy mindenképp játszom valamilyen Kézikonzlos játékkal nem, egyszerűen csak, hogy figyel. Ez azért van különben, mert a tudatosság mint olyan igényli ezt a fajta egyedüllétet, és fordítva az egyedüllét meg igényli a tudatosságot. És noha, noha, én nem nagyon hiszek a sorszerűségben, bár tény is való, hogy bizony van, mert igenis végigkövettem olyan folyamatokat, amelyek abszolút sorszerűek voltak sokszor több ezer éven keresztül lekövethető mintázat van. Ennek ellenére, ennek ellenére hiszem azt, hogy, mert ezt is végigkövettem, hogy igenis, ha valaki valamikor felébred, úgymond, megtapasztalja a tartalmas, egyedül lét állapotát, akkor igenis túlléphet az ilyen meghatározó okokozat okok karmikus láncokon. Csak azt nem tudom, és nem csak én, nagyon senki sem, hogy az a felébredés úgymond miért következik be. Rengeteg elmélet rá, de de mivel ez mind a valóságon, mind a nem valóságon túlmutat, tehát ami van a végtelen, ami nincs a végtelen, az érme egyik érve, másik oldala, ez a jelenlét, mint olyan, a fegyveredés, mint olyan, ez az érmének az éle. Amikor eldobsz egy érmét, nagyon ritkán esik rá az élére, vagy fej, vagy írás. Vagy végtelen valóság és minden, vagy végtelen nem lét és semmi de így, hogy pont az érre esik, és megesik. Tehát nem, nem tudjuk, hogy ez miért következik be. De lényeg, lényeg, hogy akinek bekövetkezik, annak pont úgy, mint a magányosság. Valamilyen szinten kódolt az életében, és az este többségében, ha valami nem tér le erről az útról, akkor mindig meg fel tudni élni azt, hogy az egyedüléte számára tartalmas. Hogy az a teremtő ereje megindul hogy a belső világának a felfedezése, mint olyan meditációban, figyelemgyakorlás közben, vagy csak úgy, amikor csak sétál, vagy amikor csak nézegeti az állatokat, a növényeket, embereket akár. A legtöbb tehát tartalmas, egyedüllétet megélő barátok közt, a családban is ezt abszolút meg tudja élni, úgy, hogy közben százszázalékosan figyel is a gyerekeire, vagy a férjességére, a férjére, miközben százszázalékosan megéri az egyedüllétet is. Tehát ez, az egyedüllét tartalma, az nem feltétlenül jelenti azt, amit a szó jelent, hogy fizikai létben is egyedül vagy, de az este többségében erről van szó. Tehát akinek ez megvan gyermekkorában, annak ez megvan, és innentől fogva a tudatossága oká, mindenki addig jut, ameddig jutni akar a végtelen valóság megélésében. Aki egyedül lét tartalmában képes létezni, annak nincs szüksége mestere vagy tanítóra. Rendben van. Mert, mert miért? <laughs> Kellene. Megéri meghallgatni másokat, megéri elolvasni tanításokat, így van. De az egyedül lét tartalmában élő egyén számára ezek nem igazságok, hanem csak lehetőségek. Hiszen aki valóban éli a végtelen, az tudja, hogy igazságok nem léteznek, csak lehetőségek. És a végtelen lehetőségből az élő lények mi, illetve azok az élő lények, akik mondjuk olyan hatalmasak, hogy hozzánk képest, hogy nem is hiszük élő őket, tehát mi hozzuk létre a végtelen lehetőségekből az igazságokat, meg akár a hazugságokat, meg a valóságokat is. Rendben van. Ugye írtad, hogy miért hiányzik a társ, de nagyon. Miért hiányzik a társ, vesző, szépen írjunk, nem tetted ki a veszőt, de nagyon jól el vagyok a magányomban is. Azért, mert a végtelen valóságnak pont ez az értelme. A valóság az valóság, az végtelen, az végtelen, pont, hatáslan. Abban a pillanatban, ahogy a létezés, mint olyan megszületik, abban a pillanatban meglennek a korlátok. A lét, az élet, a tudatosság, az egyén, az egó is akár, az angyal, a démon, az isten, a félisten, a isten ha van olyan, <laughs> minden, ami létezik molekulától, kvantum részecskétől kezdve, galaxisokon át, az Istenek bezárólagosan mind azért létezik, mert vannak korlátai. A korlátokról valamilyen szinten vagy tud, vagy nem. Minél tudatosabb valaki, annál inkább tud a korlátairól, és annál inkább hagyja, hogy ezek korlátok változzanak. Tehát ezért a létezésnek, megnek a kettőssége a végtelenből, fogalmazzunk így, mert amit most mondok, így nem igaz, de nem tudom máshogy elmagyarázni. Tehát mikor a végtelenből a létezés, akkor egyfajta korlátoltság, magyarán egyfajta állandóság jön létre, miközben egy folyamatos növekedés, tehát egyfajta változás is zajlik. Ez a kettősség adja az élet létezésnek a miben létét, és mikor az egyén benne a nevében egy dologra próbál fókuszálni, vagy az állandóságra, vagy a változásra, akkor is ott van benne a másik oldal is, mert nem lehet máshogy, hiszen a kettőből áll, csak nem tud róla, Magyarán, amikor valaki nagyon nagy társfüggő, fordulunk a témát felé, a téma felé, akkor igenis, meg lett társfüggőbb emberek is igénylik olykor azt, hogy csak percekre leesnek egyedül, mert ott születnek meg bennük olykor tartalmas dolgok. Miközben a legnagyobb egyedülétben magában élő ember is, azért, azért valahol, valahol igényli azt, hogy olykor, olykor legalább azért valaki szóljon már hozzá, vagy legalább hogy botta piszkáljon már meg. Piszkáljon már meg, érted? Hallottam ezt így egy ilyen hatáson. Aranyos volt a bácsi. Mikor ez volt a téma. Úgyhogy uh, vidéken tartottam, nagyon, nagyon jó előadás volt. Különben nem, nem amit én mondtam, hanem az emberek, hogy megmarad bennem az egésznek a hangulatra. Uh, lényeg a lényeg, hogy. Uh, tehát ezért van az, hogy uh, egyedül is nagyon jó meg vagy, de azért jó lenne, ha valaki ott lenne, mert a kettősség, ami benned van, az ilyen formán vető ki a mindenségre. Jelen pillanatban az anyagi életedre. Teljesen normális. A gond ugye az, hogy ritkán lehet megoldani azt, hogy egyfajta ilyen ambivalens, tehát egymással szemben álló gondolatok, elvek alkosnak itt a Földön egységet. Mert nem könnyű egy olyan ember együtt élni, aki egyszer csak vágyik rá, hogy ott legyél, és majd közben azt mondja, hogy menj már, rá, mert egy lenni. Tehát <laughs> ez ugye nehéz. Ha társba gondolkodol, ha rám hallgatsz, akkor találj ott magadnak, aki hasonló látja a világot, aki igenis szintén nőként, férfiként igényli azt, hogy nagyon boldog veled, de igenis azért minden nap, két naponta úgy, úgy vágyik arra, hogy egy magas és akkor te is megteheted azt, hogy akkor élvezd az egyedül tartalmaságát. Mert abszolút nem Istentől való az, hogyha egy buddha vagy egy Krisztus, vagy bárki, aki a végtelen él, közben egy másik nővel, férfival, vagy akár nőkkel, férfiakkal él együtt. Hát mi lenne ebben a rossz? Hát mindenki egységben létezik emberek a végtelen maga a legnagyobb egység. Hát ne viccelj te. Oké. Okay. Úgyhogy így zárásnak akkor kicsit egy korlátlanabb szemszögből nézve már ugye pedzegettem, de tehát maga az egyedüllét, illetve a magány az ugye nem más, mint a, az egységnek a, a vetülete, egy olyan vetület, ami az adott dimenzionális térben formát ölt akkor lesz a végtelenből egyedülét vagy magány, hogyha az egyén az adott korlátokat tudatosan vagy öntudatlanul tudja megélni. A tudatos korlát megélés egyedülétet jelent, amikor az ember azt éli meg, hogy, hogy boldog a bőrében, hogy jó meg, hogy a bőrödben. Tisztában vagy azzal a folyamatlan, amit a változás maga jelent, hogy semmi sem örök, semmi sem állandó, de mégis minden az hogy nincs egyetlen valódi igazság sem, amitben lehetne hinni, de mégis minden forma igazság, és így tovább. Ha ez a vetület nem sikerül, ha az egyén öntudatlan válik, akkor a magányt fogod megélni. Azt, hogy ő sehol nem fogod látni a helyedet, nem is lesz melletted ugye senki. Vagy ha van is, ugye a legrosszabb, ugye a társas magány, te borzasztó, amikor valaki ott van melletted, de jaj, miért is nem van ott? Aztán pont Buddha mondta egyszer, lehet, hogy nem, akkor sorry, Buddhától, de aztán Buddha mondta, hogy ha járd az utat, akkor jobban jársz, ha egyedül járod, mintha egy tökfej van melletted tök fej, milyen menő szó, nem? Tök fej, tök jó. <laughs> tökkel ütött, az még jobb. Ha nekem egyszer lesz gyerekem, akkor az első szótod nem a mama meg a pap meg a lesz, hanem a tökkel ütött. Az milyen menő már. Ha ah, bevegy a három éves, két éves gyerek meg valava, és akkor érzek el, tökkel ütött. <laughs> No, visszatérve a misztikus végtelen dolgok felé. A végtelen valóság felé. Maga az állapot, egyedül a magány állapota, illetve a társas, valódi társas állapot, mikor tényleg az egyén összeköti magát egységben, olyan másokkal. Ez maga az univerzumnak a valódi valósága. Nézd meg, a minden, ami létezik, az egyedüli is, de valaminek a része is. Tehát van homokszem, és van tengerpart, homokos tengerpart. Ugye van fa levél, és van maga a fa, meg van maga a fa egyedül, de van ugye az erdő, és sorolhatnám a végtelen jelzőket. Tehát a létezés, az élet úgy nem csak az anyagi világban, más dimenziókban is, csak arra, hogy most emberként nincs rálátásunk, hogy, hogy, hogy mikor az egység létezik, akkor az egyén is megvan. És mikor az egyén létezik, egyénként, nem tudván az egységről, akkor is egy nagyobb közösség, nagyobb egységnek a része. Magyarán sem az egyedülét, sem a magány, nem létezik, de nem létezik az egység, meg az összesség, meg a közösség sem, hanem minden együtt van. Az, hogy hogyan nyilvánul meg ez a számodra, az adott korlátaidnál a felfogásod korláttaim múlik. Hogyne? És ez mindenkire igaz. Minden ember itt a Földön valahol amúgy tudatos, meg valahol öntudatlan. A legnagyobb mesterek is, akik mondják, hogy ilyen dimenziókat látnak, meg ilyen kvantummezőket, meg ilyen angyalokat, meg ilyen, az mind ostobaság. Az is, amit én szoktam mondogatni, csak én nem mondom, hogy az ostobaság. Hát hogy ne? csak a nagymesterek ezt nem tudják, hogy ostobaság, amit látnak. Miért mondom ezt? Mert abban a pillanatban, amit valóságot felfogván formába öntöd, akkor a valóság elvész. A végtelen valóság elvész, csak a forma létezik. És te azt hiszed, hogy azt a formát, amit te felfogsz, az az igaz forma, az angyal, akivel beszélsz, vagy a nagy fénylő pacsak akit Krisztusnak gondolsz, vagy Szűz Máriának, vagy Butának, azt hiszed, hogy az ő az. Pedig valójában te vagy az, a nagymester az, a normál ember az, az, öntudatlan ember az, aki a végtelenből létrehoz egy formát, és az földcímkézi az egója elvárásának függvényében Krisztusnak, butának, angyalnak, vagy időurainak, vagy mit tudom, hogy minek. Tehát minden olyan dolog, ami túlmutat a valóság valóságán, és formát ölt, az mind csacskaság. Hát hogy ne? Viszont más nézőpontban nézve pedig abszolút igazság. Hát hogyne. Hát persze, pont az lényeg az egésznek. Sokan azt abban vesznek el, hogy azt hiszik, hogy a felfogás meg a teremtés különbözik. Hogy amikor valamit felfogok, akkor felfogom azt, ami van, ezáltal, hogy megértem az adott rendszert. A teremtés meg legtöbb ember számára az, hogy valami nincs, de én hozom létre. És ez ig igaz bizonyos szemszögből nézve, de a valóság határtlanságából nézve, az, hogy valamit felfogok, vagy megteremtem, az egy és ugyanaz. <laughs> Mint hogy engem is valaki felfog, és valaki megteremt, érted? Vagy téged is valaki felfog, és valaki megteremt. Te úgy megteremtesz, és felfogsz dolgokat. Embert, állatot, Istent, növényt, buthát, mindent. Rendben van. Tehát így, ha a végtelen szemszögéből nézd a dolgot, a valóság szemszögéből nézd az egész dolgot, amit ugye nem lehet, hiszem kiértem a számon azt a szót, hogy valóság végtelen, meg hogy szemszög, hogy én már torzítom a dolgokat, de hát nem tudom átadni máshogy jelen pillanatban, ezért vagyok ilyen körülményes olykor, és próbálom 360 fokban körülélni a dolgokat, mert nem tudom, hogy melyik mondatom, melyik példázatom, vagy melyik kis leheletni szösszenet hangfoszlányom segít abban, hogy belees a 360 fokos gömböccnek a közepébe. <laughs> és te is megérde a végtelent, anélkül, hogy hallanád a hangomat. Tehát, ha így nézed a végtelentből, végtelen által ezt a magány és az egyedülét a társ vagy a társas magány kérdését, rá fogsz írni arra, hogy minden állapot, bármelyik a négyből meg az összesből, annak abszolút valósága van, akkor, ha valaki adott pillanatban te uh, erre nyitott vagy, létrehozod vagy felfogod, megtrended vagy felfogod, rád bízom, még, szót szeretnéd használni. És mivel végtelen felfogásra rendelkezel amúgy közel végtelennel, ezért nem csak egy utat választhatsz adott létezésben, adott életedben, hanem olykor-olykor megírheted egymással szemben állókat is egységnek. Tehát és teljes normális az, hogy olykor társra vágysz, olykor meg egyedül létrevágysz, mert mindkettőben benne van a másik, és mindkettő kiegészíti a létezést. A madárnak sem lehet csak egy szárnya, de meg lehet azt tenni, hogy az egyik szárnyát levágják, és akkor csak fél szárnyú madár lesz, és akkor te is lehetsz csak magányos, csak egyedül, vagy lehetsz csak társam, keresztüli megnyilvánuló. De összességében a valósághoz az kell, hogy két szárnyat legyen, <laughs> ugye? Minimum. És abban a pillanatban a dolgok helyre kerülnek. A dolgok helyre kerülnek. Amúgy ez a kérdés zárás kettő. <laughs> tényleg csak öt mondatban. Ez a kérdés örök. Minden, nem csak az ember létezésben, minden létezésben, más dimenziókban, a halál dimenziókban, a fizika halál utániban, és sorolhatnám tényleg az összes létező különféle élő lény, lény, entitás, és sorolhatnám a jelzőket. A legkedvencebbem az ősi magyar gestalt nevű <laughs> fogalom, tehát az ilyen tudatgestalt, hogy bezárlagosan mindenhol ez a kérdés megjelenik. Mert az ott az adott dimenzióban élők épp úgy nem látnak túl a saját maguk mint hogy az ember nem lát túl az anyagén. És épp úgy ők is keresik erre a kérdésre a választ. És tudod, mit vettem észre, hogy nagyjából, <laughs> persze dimenziótól függően azért, de nagyjából erre szoktak kiukatni. A más dimenzióban élő bölcsek is. Mint itt. A picin fizikai világunkban élő bölcsek. Oké. Okay. No. Jók lehetek.